Franco Nero főszereplésével bemutatjuk a Django Visszatér című filmet. Magyar hangok. Mihály Győző, Újréti László, Dobránszky Zoltán, Détár Enikő, Némedi Mari, Kautsky Armand, Somlai Edina és Minárovics Péter. Megismersz? Hogyan találtál rám? Mondták, hogy beléptél a rendházba. Én halálosan beteg vagyok. És megkérlek egy utolsó szívességre. Marisol, a lányom még gyerek. És a világ, melyben él, sötét és veszélyes. Könyörgök, viseld gondját, ha már nem leszek. Nem hagyhatom el a rendházat. Felesküdtél? Nem, de nem fogok fegyvert soha többé. Django halott, én most Ignatius barát vagyok. És a Marisol, a te lányod? Gondolkozz rajta, de már nincs sok idő. Adios. Jaj, padre, túl későn jött. Hol van? Meghalt, 3 nappal ezelőtt. Jobb is, hogy meghalt. Nézze, mit tettek. És a lánya, Marisol, hol van? Egy hajón vitték el a folyón. Elvitték?
Hova? Hajón? Az ördög. Az ördög hajóján, padre. Fegyvertelen? Igen, felség, nincs nála fegyver. Melyik rendházhoz tartozol? Santo Domingo. Nem tudod, hogy az én nevem ördög? Mit keresel itt? Miért kémkedsz utánam? Elrabolt gyerekeket keresek San Vincentéből. Őket akarom. Micsoda szemtelenség? Arcátlanság, jó testvér. Mit akarsz tőlük? Talán van egy, amelyikhez különösen vonzódsz? Egy titkos szenvedély, amelyről nem szívesen beszélnél? Én igen vonzónak találom őket, mint gyerekek. Melyik a kedvesed? Talán ez? Ez az, nem igaz? Ez a kedvesed. Hogy hívnak? Marisol. Fogalmat sincs, mennyit ér egy ilyen lány a Villa Hermosai bordélyban. Mennyit adsz érte? Majom! Ha
Jól van, padre. Tranquillo. Hová visznek? Nem tudom. Ördög elfog erős férfiakat. Szép-szép mucsacsákat. Senki se tér vissza, soha. Felkelni! Hé, disznók, felkelni! Azt meg azt! Ezt is! Meg ezt is! Ő még él! Gyávák! Az az ember még élt! Megöltétek! Átkozottak! Légy átkozott! Őt add oda. Engem ne átkozzon senki. Még egy szó, és a többi is így végzi. Itt bűnhődhetsz a vétkeidért, barátom. Ez még nem a pokol, de olyan. Majd meglátod.
Eltörött. Áldj meg, atyám! Kérem, uram, halálból elég mára. Ti ketten, dobjátok a folyóba! Mit keres egy angol úr egy ilyen helyen? Skót vagyok. Skótember. Entimológus voltam az Edinburgh-i Egyetemen. Egy tudományos expedícióban vettem részt, amikor elfogott ez az Orlovsky. 2 évet töltöttem a véres hajóján. Azt akarta, hogy fogjam el neki a Mariposa Negrát. Az egy nagyon nagy fekete lepke, amelyik nem is létezik. Akár az Unicornis. Mikor nem sikerült előállnom egyel, leküldött munkára ebben mocskos, büdös, véres lyukba. Úgy rémlik, már egy éve vagyok itt. Ki lehet innen jutni? Az egyedüli módja a menekülésnek a halál. Orlovsky magyar. Az osztrák Maximiliennel jött Mexikóba. De amikor Juárez megszabadult a bábcsászártól, Orlovsky és emberei munkanélkül maradtak. Mexikói kalandjuk eredményeként egyetlen ágyút tudtak felmutatni. Egy darabig kalózkodtak. Nem beszélgetünk, Inglez! Munkára fordítsd az energiádat. Egy szép napon Orlovsky megtudta, hogy létezik ez a bánya. Elhagyatott, mivel ember ide nem jön dolgozni. De Orlovsky mindig feltalálja magát. Megoldja a problémát azzal, hogy elfogja a farmerokat, és rabszolgákat csinál belőlük. Ennyi a történet. Lefogadom, hogy Orlovsky ebben a pillanatban is pezsgőt szopogat, és szurkálja vergődő lepkéjét. Rohadék, már millió módon leszámoltam vele gondolatban. Arra is gondoltam, hogy elkészítem azt a híres Mariposa Negrát. Más lepkéket felhasználva meg is tudnám tenni. Aztán bele a futóhomok közepébe, és elküldeném azt az állatot a pokolba. Már megint álmodozom. Ezen a helyen az ember bedilizik. Hé, te nem is figyelsz. Hol jársz? Az a hordó. Szeretném tudni, van-e fedele? Nem korai még begolyóznod? Éhes vagyok. Maradt valami? Mi tart olyan sokáig? A hordó. Eltűnt. Ez megteszi. Csak lökj meg, és fuss a barakba. Bármi történjék is, ne állj meg. Fuss, érted? Értem. Biztos vagy benne, hogy jó ötlet? Vagy tudsz valamit, amit én nem, vagy kezdesz begolyózni? Visszajövök. Visszajövök, értetek? Megígérem. Vissza? Ide? Te begolyóztál. Kiszabadítalak. Bízzál bennem.
minek hívnak? Megakadt a hordód? Sírásó, gyere, segíts! Szegény özvegy! Ura! Most már elég! Te ott len, mondtál valamit? Azt mondtam, hogy elég. Ezt mondtad utoljára, és pont a megfelelő helyen. Majd ásatjuk a sírokat egész héten.
Hát férne egy kis olajozás. Vár ránk a munka. Csodálatos, igazán csodálatra méltó fegyver. Milyen típus? A legújabb Winchester. Megveszem. Mennyit tud szállítani? Két ládával. Többet nem szállíthatok egyszerre. Megegyeztünk. Halottas kocsi géppuskával. Gottin Himmel, mi az ördögöt jelent ez? Láttad azt a koponyát a hajóra tűzve? Az az apám. Megölték, mikor meg akarta védeni a nővéremet, Dolores-t. 7 hónapig követtem a hajót, lesve az alkalmat, hogy megölhessem El Diablót. Végül meglátom. Megvan. És erre a puskám cserben hagy. Mala suerte. A csónakom is oda van. Milyen fegyveres, szenyor? Géppuska. Géppuska. Egy napon megölöm azt az ördögöt, és akkor eltemetem az apámat. És te? Miért követed? Elvette tőled, akit szerettél? Igen? Kit? Hol? Lányokat, San Vincentéből. Figyelj, a lányokat elvitték a hajóról. Egy fiú jött értük. Elmentek Villa Hermosába. Ez biztos, saját szememmel láttam. Még sosem jártam ott. Mikor vigyelek el oda? Én azt szeretném, ha... Todo bien? Sí, señora, gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ah. Donna Gabriella, drágám, milyen öröm újra látni. Megtisztel, szenátor úr. Öröm magával üzletelni. Van valami ma maga számára, friss sár. Jó, lássuk, csodálatos. Nagyon ízetlen tréfa. Gomez, Rico, tüntessétek el ezt a koporsót. Hé, seggfej! Mi a francnak hoztad ezt ide? Nektek hoztam. Ajándék.
vannak a gyerekek San Vincentéből? Miféle gyerekek? És ki vagy te? Én egy tisztességes házat vezetek. Itt nincsenek gyerekek. De vannak. Fogd be, itt maradsz! Fent vannak mindannyian. Dolores, ő a nővérem. Miquelito! A géppuskához. Ha valaki megmozdul, habozás nélkül lőj. Gyertek, megyünk haza! Hol van Marisol? Felség! Felség! Ajándékot hoztam! Egy valódi gróf kisasszony! Már nincs mitől félned. Ezentúl én vigyázom rád. Hozzám ne nyúj! Gyalázatos! Isten hozott. A kékvér ritkaság a földeken a rejtett zugában. Banditákkal nem iszom. Bocsásd meg neki. Azt hiszem, ő még nagyon primitív. Bocsásson meg, felség! A lányok San Vincentéből? Azokat, akiket a csuhás is keresett. Ha nem lennék 100%-ig biztos abban, hogy a csuhás a bányában rohadt, gyanítanám, hogy az elkövető és a csuhás egy és ugyanaz a személy, fenség. Te ismered azt a csuhást, igaz? Ki küldte? Mondd! Ki ő? Nem láttam még soha. Anyám a halála előtt azt mondta, hogy egy szerzetes fogja gondomat viselni. Az apád? Ki az apád? Nem tudom. Mama azt mondta, hogy fontos ember volt. Mi a neve? Mondd a nevét. Django. Django. Django, igen. Ez a felirat volt a koporsón, amelyik felrobbant. Fenét! Django rég halott.
Láttam a sírját a saját szememmel. Elég legyen. Bárki legyen is, találjátok meg, és öljétek meg. Akarom azt a kocsit, meg mindenkit, benne és körülötte. Mindent és mindenkit. Nem, jobbat mondok. Mindet akarom. Pusztítsátok el az összes halottas kocsit az országban. Vigyázz, barátom! Bárhonnan jöttél is, fordulj vissza! Valaki a vesztünket akarja. Valami őrült, aki elpusztítja a halottas kocsikat. Nézd, mit műveltek velem. És még szerencsém volt. Valamelyik nap itt a környéken 6 társunkat mészárolták le, és 10 kocsit porig égettek. Istenem, tennünk kell valamit. Ó, szép, nagyon szép munka. Nem készítenek ilyet mostanság. Nagyon szép. Szóval te már készültél. Te már tudtad? Számítottam rá. Merre mentek? Arra, San Pedro Perú lapán felé. Gyere arra holnap, sok munkád lesz. Engedte meg, hogy felvedd ezt a ruhát. Vedd le! Vagy a korbácsommal segítek levedni. Te fehér ribanc. Káprázatos. Egyszerűen káprázatos. Tudtam, hogy ez a ruha illeni fog rád. És most, hölgyem, követne a partra, megmutatnám önnek a lepkegyűjteményemet. Legalább ne üzzön gúnyt belőlem. Gúnyt? Istenem! Ez hihetetlen. Én nem vagyok holmi hivatalnok. Nincs szükségem ürügyekre, hogy elkápráztassak egy hölgyet. Hát nem gyönyörűek? És ezzel mi van? Ez egy különleges darab. Egy napon ide kerül az egész kollekció ékessége a Mariposa Negra. Gondolj csak el, egyetlen napig élő lepke, korom fekete. Olyan, mint egy látomás egy trópusi erdőben. Látható, de megfoghatatlan. Ilyen teljes kollekciót Madridban láttam utoljára, Márquez de Ávila házában. Ramón de Ávila? Egyszer volt hozzá szerencsém. Attasé volt Venice Courtnál. Igen, igen. Így igaz. Ünnepélyes pillanat. Európa. Egy kontinens, oly távoli, oly tiszta. Jaj, a borzalom! Mi baj, drágám? Mi olyan borzasztó?
Nézz túl azon a testen. Mondd meg, mit látsz. Rabokat, köveket cipelő rabszolgákat. Kitűnő. Kitűnő. Tudod, mit nyerünk a kövekből? Ezüstöt nyerünk. A nap 24 órájában, a hét napjában, egész évben. De hát ezek emberek! Nézd! Mi a közös bennük és bennünk? Miből áll az életük? Szaporodás, éhezés, halál. Semmiben sem különböznek az összvértől. Ne légy hipokrata. Mi másfajtából valók. Már megismertük a szépet. És nem tudunk nélküle élni. Isabel, elmondok neked egy titkot. Közeli tervem, hogy kirabolom a Banco Tropicalt. Oh. Nem. Nem a pénzért. Az a bank őrzi Montezuma örökségét. Felbecsülhetetlen értékű kincs. Különösen megmunkált ékszerek. Olyanok, amilyeneket csak királyok és királynék viselhetnek. Megszerzem őket. És mi ketten élvezzük majd a gyönyörűségét. Bocsasson meg, fenség, de az ügy nem tűr halasztást. A csuhás megszökött. Megszökött? Mikor? Nem sokkal a megérkezése után. Ugyanaz az ember, semmi kétség. Ő Django. Mi volt annak a rendháznak a neve? Úgy tudom, Santo Domingo. Beszélj arról a géppuskás hullaszállítóról! Mondd! Olyan kocsi nem terem minden fán! Esküszöm, semmit sem tudok! A becsületemre esküszöm! Thank you.
Van nálam két csecsemő és egy asszony. Ha közelembe jössz, átvágom a torkukat. És most? A paritját. Kuss, mert megöllek. Csuhás! Te vagy az, aki kedveli a szivarokat, igaz? Hé, várj, amigo! Mi a terved? Miért nem egyezünk meg? Neked a lánka kell, igaz? A lány a hajomban. Azt is megmondom, hova megy a hajó. 30-án éjjel, Villa Hermosába. Esküszöm, 30-án éjjel kirabolják a Banco Tropicalt. Erre gyűjts rá. Ne! Csak nem akarsz megölni, ne! Ne! Gyerünk, gyerekek, a füst ártalmas. Dolores! 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 Rosita, Alma, Rosita, mit tettél vele? Semmi keresni valód itt. Igazán? Dehogy is nincs. Ez a Django merre van? A hajót akarja megtámadni? Ki segíti? Te? Menj a gyóntatóba. Parancsot sosem ismétlek meg! Áld meg őt, atyám, mert vétkezett. Igaz, drágám? Na, meséld el a jó atyának, mit tettem veled. Talán szégyeled magad? Mi, majd én gyónok helyetted. Először kigomboltam a ruhádat, és megsimogattam a fehér finom bőrödet. Így. Megfogtalak így. Igaz? És te sikítottál. Aztán... Jaj, olyan finom vagy. Most mondd, testvér, mi a büntetés? Megölte a felügyelőt. Itt kell lennie valahol. Thank you.
Dolores! Vége van, Dolores. Már nincs mitől tartanod. Ignácius barát. Nem, Django vagyok, atyám. Nem. Jó úrunk, megérti tettedet. Ő küldött téged, hogy igazságot tégy. Megtaláltad a lányt, akit kerestél? Még a hajón van. És mostanra kitalálhatták, mit jelent ő nekem. Segítségedet kérem, atyám. Add a tudásod és a türelmed. Ugyan mit tehetnék én itt? Törbe kell csalnunk az ördögöt. És most? Most elvisszük a bankba. Két óra. Nem fog jönni. A bandita becsapott. És különben is, mi szüksége van El Diablónak kirabolni egy bankot? Ó, Mira, nézd, Django! Most pedig imádkozzunk, hogy ráharapjon. Ezt a tört a feláldozáshoz használták. Az asztékok ezzel nyitották fel az áldozat mellkasát, és vájták ki a szívét. Igazi remek mű. Ez a gyűrű. Talán Montezuma egyik felesége ujját ékesítette. Jaj, de gyönyörű!
A gyűrűt akarom! Hozzám ne érj, te fekete vad! Bocsáss meg neki. Ez a viselkedés természetes az ő fajtájában. Nézd, egy szolgának, akinek meg kell felelnie gazdája elvárásainak, a megjelenésére is adnia kell. Sérült. A rohadt dög. Drága egyetlenem, itt fekszem a Corrientes partján maláriától lázasan. Küldetésem végére érkeztem. A Mariposa Negra létezik. Fogadd hát ezt a gyönyörű példányt, melyet neked ajánlok halálom óráján. Végtelen szerelmem jeléül. Aláírás Manuel de Soto. Azért léptem a rendházba, hogy magamra maradjak. Most már másképp gondolkodom. Azt hiszem, a világ egészen más lenne, ha az ember törődne gyermeke jövőjével. Mert most van neked, Marisol. Nem csak ő miatta. Nem gondolod, hogy jobb lenne olyan világban élni, ahol az emberek óvnák gyermekeiket? És akkor nem kellene éjszaka olyan kisfiúval találkoznom, aki fegyvert visel az oldalán. Mi a baj? El Diablo! Ráharapott! Megnézhetem? De gyönyörű. Hamarosan megpihenhetsz, papa. Eltemetlek az éneklőfa alatt. Éneklőfa? Az meg mi? Ha majd eljössz a falomba, megmutatom. Vissza akarom kapni Marisolt, élve kell elfognunk. De figyeld a hajót, én elintézem a katonákat.
Elhányd magad. Á, már évek óta. Ne mozduljatok. És most szép lassan emeljétek fel a kezeteket. Elfogtuk. Ez egy valódi pillangó. A csapdád zseniális. A pillangód megjárja. Honnan is tudhattad volna, hogy a Szótó professzor nem maláriában halt meg, ahogy a könyvekben szerepel? Nem. Én öltem meg a saját kezemmel. Te, mint Isten fia, tudhatnád, hogy nem jó kísérteni az ördögöt. Honnan tudtad meg, hogy kirabolom a bankot? Ki köpött? Alonso? Szabó? Melyik? Talán mindkettő. Bízza rám, fenség, elintézem. Még azt is megbánja, hogy a világra jött. Nem. A bányába vele. Nagyon szép. Nagyon szép véget szántam neked. Lassú halálod lesz. Étlen, szomjan. A nap tűzni fog. És ha legyek beléd fészkelnek, hogy újra éledjenek a testedben. Ettől te nem ijedsz meg, igaz? Hát persze. Te Django vagy. De majd ez hatni fog. Tudd meg. A lányodnak is ezt a halált szántam. Akár fel is hasíthatnálak, és kiválhatnám a szívedet. Nem félsz? Nem. Nem tudnál nélkülem élni. Te valóban az ördög vagy. Szabadulj meg attól a fekete lánytól. Ki nem állhatom, még szolgaként sem. Az lesz a nász ajándékod. A bánya parancsnokságon leszek. Te kísért oda a grófnét, ha elkészült. Igen, fenség. Kért majd küldök összvéreket. Hogy vagyunk, Django? Kijössz a legyekkel?
Nem bánod, ugye, ha jelentem, hogy végeztem a fehér ribancsal is. Úgyis a pokolban a helye. Marisol. Thank you.
Te ott fönn! A hullákért jöttem! Andale! Igen. Ereszétek át! Angol, gyere velem! Más rápido! Miért ölte meg Orlovsky Manuel de Sotot? Mert azt hitte, rejtegeti előle a Mariposa Negrát. Ezt miért nem mondtad el? Mind csodálkozol. Mondtam, hogy visszajövök. Mozogjunk, mert észrevesznek. Most mi a terved? Hazaviszlek benneteket. Hogyan? Hajóval. Na persze. Ha már itt vagy, kiegyenesíthetnéd a derekamat. Állj! Gyerünk! Ha így folytatjuk, 10%-os javulásra számíthatunk, fenség. Elég az ember? Úgy vélem, elegendő egyelőre. Talán néhány hét múlva. Tartsd az embereket a téren az utolsó szállítvány után. Azt akarom, hogy lássák a hullákat, amíg beszédet mondok.
Tartsatok, gyerünk utána! Egyetlen egy ember, kapjátok már el! Egy és egy szél. Rajta, lőj! Mire vársz? Thank you.
Biztos, hogy maradni akarsz? Igen. Itt maradok veled. Jó hely az, ahol az aranyból szélcsengőt készítenek. Nem lehet. Valahol még várnak rám. De visszajövök! Visszajövök!